Különleges élményben volt részük a Matthias Corvinus Kollégium keddi előadásán résztvevőknek, hiszen olyan bajnok sportolókkal találkozhattak Kőbárita és Jónyár István személyében, akik beírták magukat a sporttörténelembe. Az eseményen Füleki András, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének igazgatója moderálásával ismerkedett meg a közönség azzal, hogy milyen áldozatokkal jár az élsportolói lét. Nagyon remélem, hogy át tudom adni az örömet, a tudást, a tapasztalatot, az élményt. Elhoztuk az olimpiai érmeket, ilyenkor körbeadjuk, és megfoghatják a hallgatók, a közönség. Talán ez is egy kis plusz máshoz képest. De igen, én azt gondolom, hogy jó nekünk is felidézni, meg talán nekik is. Ha gyerekek vannak, ők tanulnak, az idősebbek emlékeznek. Kőbán Rita hozzátette, úgy látja, manapság nehezebb dolga van a magyar kajakozóknak, hiszen a világ minden táján magasabb szinten végzik az utánpótlás képzést, de reméli, hogy a 2024-es olimpián sok magyar siker születik. Az asztali tenisz világában is történtek változások. Nemrégiben új elnököt választottak a Magyar Asztali Tenisz Szövetség élére, melynek köszönhetően elindult a fiatal tehetségek felkutatása. Ebben Jónyár István is aktívan részt vesz. Elindult a, úgymond a fiataloknak a felkutatása, vagy tehetségkutató, amiben mi is részt vettünk, hárman világbajnokok. Remélem, hogy most már egy kicsit sokkal gyorsabban fogunk fejlődni. Sajnos párizsi kvótánk még nem nagyon van, vagyis van már, de mi azt szeretnénk, ha legalább 4-5 összejönne. Most vannak a versenyek a napokban, remélem, hogy ez fog sikerülni. Az esemény a nézők körében hatalmas sikert aratott, hiszen nem egy ember feletti történetet hallgathattak meg a Táncsics Mihály utcában.